Állítólag Dánia segített az Egyesült Államoknak kémkedni több európai tisztviselő, köztük Angela Merkel után, közölte a dán közmédia. Több uniós ország is válaszokat vár az országtól. Svédország védelmi minisztere követeli, hogy Dánia magyarázza meg, hogy az ország külügyi titkos szolgálatáról miért merült fel ez a körülmény. Kifejezetten svéd cégek, svéd érdekeltségek és svéd állampolgárokra vonatkozó információkat kértem. Teljes körű tájékoztatást szeretnék kapni, látni minden kártyát az asztalon, mondta Peter Hultqvist. A norvég szocialista párt vezetője elvből elfogadhatatlannak tartja a történteket. Azt mondta, amennyiben ez igaz, akkor a bizalom mélységesen, súlyosan megsérült. Franciaország rendkívül súlyosnak tartja a vádakat, Németország tisztázná a helyzetet. Megnyugtat a tény, hogy Dánia, a dán kormány és a védelmi miniszter is világossá tette, mint gondolnak az ügyről. Ennek fényében a tények tisztázása mellett én látok esélyt a jó kapcsolat kialakítására, nyilatkozta a német kancellár. Az ügyet feltáró oknyomozó újságírók egyike azt mondta, Németországnak oka lehet a hallgatásra. Talán Németországból is érkezik majd kritika, de szerintem a németek azért haboznak ezt megtenni, mert néhány évvel ezelőtt ők maguk is botrányba keveredtek, amikor kiderült, hogy a német katonai hírszerzés is részt vett más uniós partnerek elleni kémkedésben, mondta a dán közmédia, a DR riportere. A DR 9 meg nem nevezett forrással készült interjú alapján számolt be az ügyről. A dán titkos szolgálat állítólag 2012 és 2014 között segített az amerikai hírszerzésnek.